Kedves nézőink! Most pedig folytatjuk azt a beszélgetést, amit már több mint 7 évvel ezelőtt kezdtünk el Éliás Tiborral, arról, hogy hogyan is őrizhetik meg az egészségüket, vagy ha baj van, hozhatják rendbe. Épp ezért szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Éliás Tibor természetgyógyászt, apiterapeutát, és most folytathatnám a sort, mert bizony azt önök mindig tudták, hogy most készül, most tovább képzi magát, most tanul Éliás Tibor, de hát bizony egy ilyen nagy korszaknak vége lett, és újabb titulusokkal illethetném Tibort. Én szeretnék egyszerűen Tibor maradni, akár a CD-men, amikor néha énekelek, akkor, amikor önökkel találkozom, Tibor. Örülök, hogyha azt mondják, hogy családi természetgyógyász, mert szeretnék a családoknak jó barátja és a család minden tagjának segíteni. Az is nagyon szimpatikus, hogyha egyfajta elismerés számomra, hogyha holisztikus természetgyógyásznak tekintenek, hiszen az alapokat keresem, a problémák alapját szeretném kikutatni, ezért tanulok most már 17 éve. De hát a hivatalos megnevezés az természetgyógyász, akupunktőr, bioenergetikus, fül, akupunktúrás, addiktológus. Na szóval ezt nem fogom használni, ezt kicsit túl hosszú. Minden esetre ezeket azért kell tudni, hogy minél több oldalról lehessen megtalálni a probléma gyökerét, és megoldani magát a problémát. Akkor ezentúl, ha valaki oda megy hozzád, akkor már azt is tudod mondani neki, hogy mutassa a fülét? Hát igen. Igen, és ezt tényleg most már gyakorlatként csinálom. Nagyon régóta tanulom. Nagyon sokat gyakoroltunk a vizsgáig, és pont egy hete, most már több mint egy hete volt a nagy vizsga, egy hatalmas, tényleg nagyon komoly vizsga, reggeltől délutánig. Szerencsére jól sikerült. Egy kicsit elárulhatsz belőle egy-egy momentumot, mert ugye vizsgázni mi is szoktunk, és mindig félünk minden vizsga előtt, de vajon hogy vizsgázik az, aki ilyen fül, addiktológus, akupunktőr lesz? Mit hát, kell csinálni? Hát először is 99 kérdés van. Ebből van néhány gyakorlati kérdés, azok ilyen példakérdések, hogy adnak egy szituációt, hogy jelentkezik nálam valaki, és akkor egy anamnézist föl kell állítani, meg kell állapítani, hogy milyen segítséget veszek igénybe természetgyógyászati területről, hagyományos orvoslás területéről, hogyha kell, milyen leleteket kérek hozzá, hogy pontos diagnózist tudjak megállapítani. És hát ezért szoktam mondani önöknek, hogy ha meglátogatnak, és köszönöm szépen, ha meglátogatnak, akkor lehetőség szerint egy évnél nem régebbi anamnézis, tehát előtörténetet tartalmazó orvosi dokumentumot hozzanak magukkal, laboreredményeket, kórházi zárójelentést, tehát bármit, ami hozzásegít ahhoz, hogy nagyon komplex információt kapjak, de nekem még mindig az a legfontosabb, amikor személyesen beszélgetünk, és amikor azt mondom, hogy és akkor most tessék panaszkodni. Ez egy hosszú vizsga. Az első része abból áll, hogy leírjuk a adott tételre vonatkozó... Tehát itt is tételek vannak, természetesen, hogy húzni kell? 99, hát 100 tételből lehetett húzni. Most speciál kétféle volt, ugye az egyik maga a akupunktúrás pont. Odaadnak egy fület, hogy tessék most? Az is van, az már a gyakorlati része. Igen. Nem hoztam el most, de már legközelebb elhozom. Egy műfület és 5 tűt, ezek ilyen 1 milliméter mélységre kell beszúrni, és hát bizonyos NADA pontok, ez a NADA, ez a National Acupuncture Detoxification Association szervezetnek a rövidítése. Ez egy 5 klasszikus pont, a Shenmen pont, ami a tüdő kapuját, vagy bocsánat, a Shenmen pont, ami a lélek kapuját jelenti, a szimpatikus pont, ami a paraszimpatikus ugye ellentéte, a tüdő, a máj és a
vesepontok. Hát nem lehet könnyű, én például nem is vagyok vizsgáztatott, csak kíváncsiskodom, de nem lehet könnyű egy ilyen vizsgázni. Ez az öt alappont, és akkor ezen kívül még nagyon sok fülpont van, durván 200, ezeket még további tanulmányaimat kell folytatni, mert a fülön gyakorlatilag a szervezetünk, a testünk szinte minden területének van végződési pontja, kontaktpontja, és ezen nagyon jól lehet rásegíteni akár az orvos munkájára, akár a természetgyógyász másik beavatkozási módjára. Tehát holisztikusan, egybefüggően, az egészet egyszerre látva, és minden területen egyszerre segítve tudunk igazán jó eredményeket elérni, és ezért vagyok hihetetlen hálás, hogy megadta a természet a létezésem azt, hogy most már bátran merem mondani azt, hogy ha valamit nem tudok, akkor viszont segítenek fantasztikus természetgyógyász barátaim, orvos barátaim, úgyhogy most már nem félek, és bátran segítek bárkinek. Jó, hát akkor igyekeztünk kifaggatni Tibort, és nagyon örülünk, hogy ennyi minden tudás birtokába kerültél. Most viszont a mai témánk az nem más, mint a cukorbetegség, és hogy hogyan is tudnánk megoldani azt a sok problémát, ami egy cukorbetegség fennállásakor jelentkezik. Az egyik legnagyobb probléma, sajnos ma már nagyon-nagyon sok a cukorbeteg Magyarországon, de az egész világon, annak is elsősorban a kulturáltabb részén, tehát Európa, Amerika, Ázsia, ahol az emberek nagyon sok stressznek vannak kitéve. Hiszen a cukorbetegség ellentétben a tévhitekkel nem csak a táplálkozási okok és módok miatt alakul ki, hanem nagyon nagy részt vesz benne az idegrendszer, a stressz, depresszió, és olyan történések, olyan nem várt történések, amik egyik pillanat a másikra cukorbetegé tehetnek valakit. Na most csak elrettentésképpen mondom, hölgyeim és uraim, hogy Németországban évente több mint 5000 lábat vágnak le, mint a cukorbetegség mellékhatását. Magyarországon közel 2000 lábat vágtak le az elmúlt évben, és ez csak egy szövődménye a cukorbetegségnek. Tehát nagyon komolyan kell venni, és az első pillanattól kezdve. Hogyan is vesszük észre, mi az az első pillanat? Ki mondja meg? Ön. Akkor, amikor azt vesz észre, hogy állandóan szárad a szája. Akkor, amikor túlságosan sok folyadékot fogyaszt. Akkor, amikor nagyon sokat izzad. Akkor, amikor túl sok ideg munka van a vállán. Amikor nagy lelki nyomás van a lelkén, a szervezetén. Tehát ezek együttes összejátszásával igencsak könnyen kialakul a cukor, és ez nem korfüggő. Egész kicsi gyerekek is vannak már második, kettes típusú cukorbetegséggel, most én csak erről beszélek, de hát jellemzően az időskori cukorbetegség az a fő csapás terület, de mondom, egyre fiatalabbak lesznek cukrosok. Mit lehet tenni? Hát mindenek előtt, úgy, ahogy sejtik, az étkezés, a táplálkozás egy nagyon fontos dolog, hiszen nem elsősorban a cukorfogyasztás, de az is befolyásolja. Megelőzésképpen, mint oly sokszor már elmondtuk, a nyers zöldségek és nem túl cukros gyümölcsök fogyasztása, a pihentető jó alvás, a jó levegő, a torna, a kirándulás, az úszás, az élet pozitív megélése, hogy ne stresszeljük magunkat. Például egy ilyen vizsga, hatalmas nagy stressz, de lehetett nekem azt oldani azzal, hogy mépempőt szopogattam, ami levitte ezt a nyomást, ami rajtam volt. Nem szedál, hanem egyszerűen megnyugtat. Olyan jól van, jó lesz az, nem kell annyira félni. Na most, ha már kialakul a diabetes, akkor sok mindent
lehet és kell tenni egyszerre. Természetesen az orvosok segítségét nem nélkülözheti senki, és hozzám is csak azokat várom, akik az orvosukkal vagy megbeszélték, hogy cukorbetegségüket alternatív módon is szeretnék, tehát az isen azért ott van a hangsúly, mielőbb helyre tenni, mert az az igazi, hogyha a hagyományos nyugati orvoslás és a keleti természetgyógyászat, a komplementer terápiák együttesen oldják meg a problémát. Nagyon-nagyon sokat tudunk segíteni fitoterápiával, tehát a gyógynövényekkel, gyógytejákkal, gyógynövényekből készült tablettákkal, és természetesen most már a fül addiktológiával, illetve a fül akupunktúrával. Egyébként az addiktológia az a szenvedélybetegségeknek egy gyűjtőneve, tehát függőséget, egy abúzust jelent, de most itt a cukorbetegségnél ez nem játszik szerepet, tehát hát vannak, akik cukor és csokoládé függők, de ez másért. Őket is várom szeretettel, hiszen, mint mondtam, minden függő betegség, tehát alkoholizmus, kábítószer, csoki függőség, vagy bármi ételnek az úgynevezett habzsolása, zabálása, szexuál függőség, de az összes olyan, ami függőséget okoz az emberben, ezen tudunk segíteni. A cukrosoknak nagyon fontos, hogy a pankrásznak, a hasnyálmirigynek van egy pici kis lebenye, azt úgy hívják, hogy Langenhals-szigetek. Ezt a területet kell tulajdonképpen legjobban karbantartani és rendbe tenni. Azon belül is a krompikulinát nagyon nagy segítséget tud adni, hogy ez a cukor probléma megszűnjön. Gyógyteákkal, most nem akarom a teák nevét sorolni, hiszen én speciál nem szoktam erről beszélni, de nekem a fő csapás területem úgy érzem a gyógynövények, és azok között is csinálok én egy alaptea kompozíciót, ami 6-8 féle teából készül, gyógynövényből készül, és attól függően, hogy az illetőnek mitől van a cukorbetegsége. És tetszik látni, itt van a különbség, hogy egy orvos sajnos nem tud olyan hosszú időt foglalkozni egy beteggel, és nem tud ilyen széles skálában utána járni, nyomozni, kalambóként kitalálni, kinyomozni, hogy mi is okozta azt a cukorbetegséget, mert ha megtaláljuk az okot, sokkal könnyebben fölgöngyölítjük az egészet, és teljes egészségesen lehet visszaadni munkába vagy az életbe azt az embert, aki rászánja az időt, energiát, hogy kompletten rendbe tegye magát. A fél megoldások nem megoldások, azok csak ideiglenes lenyugtatások, és elfednek olyan lappangó problémákat, ami aztán később sokkal nagyobb intenzitással, esetleg más, a szervezet más területén törnek elő, és okoznak sokkal súlyosabb problémákat. Na most a szövődményekről még annyit, hogy mindenki tudja, hogy a cukorbetegségnek rengeteg szövődménye van. Nem szoktunk arról beszélni, de én itt mondom, kedves uraim, ne haragudjanak, de a potencia romlás például nagyon sok esetben a cukorbetegségnek az egyik és egyik első mellékhatása. A izzadás, amit már mondtam, egy ilyen túláradó izzadás, a szomjúság. Lehet érezni azt is, hogy viszket, bizonyos lábterületek viszketnek, olyannyira, hogy ott előbb-utóbb sebek is jönnek. A lábszárfekély kialakulása, a cukor okozta látásroblás, a szem egész egyszerűen dioptriákat tud romlani a cukorbetegség következtében. Körömleruhadás, akár a kézen, akár a lábakon. Tehát nagyon sok mellékhatás van, amit ha nem sikerül időben rendbe tenni, akkor bizony amputációk lehetnek, és végül is nem azt kell megvárni, hogy a probléma magától megoldódjon, amikor van komoly segítség, és ahogy a címünkben is mondtuk, sok színű segítség a cukorbetegségre.
Akkor folytassuk, mert eddig a teákról hallottunk, és már nem sok műsoridőnk van, hogy milyen megoldások vannak még. Hát az akupunktúra nagyon-nagyon jó segítséget ad. A sport, a táplálkozás megbeszélése, hogy mit... Tudnék, lehet egyszerre azt mondani, hogy a zöldségek, gyümölcsök, stb., de ezen belül is attól függen, hogy neki mi a problémája, mert ha főként idegrendszeri alapú, akkor nyilván az a csapásvonalon kell elindulni, hogy az idegrendszert is tegyük rendbe. Soha egyetlen betegség sincs egyetlen ok miatt. Mindig körülveszi a betegséget a létrehozó problémák tömkelege. És ezeket kell megbeszélni, és ezeket kell rendbe tenni. Tehát, hogy mik okozzák. Jó, tehát akkor a mozgásról most túl sokat nem beszéltünk, de más adásokban már nagyon sokat. Előző adásban is beszéltünk. Én el tudom mondani, hogy én voltam egy vizsgálaton, ahol két teljes egész egységet csökkent a cukorszint, pusztán attól, hogy 15 perces komoly tornának lett kitéve az éppen vizsgálandó alany. Kísérleteket csináltak, és igazán engem ez győzött meg arról, hogy milyen fontos a cukorbetegségben a mozgás. Így van. És milyen fontos például az, hogy most is teát iszunk, és a Tea Glóriával műsorban vagyunk, a teák sokfélesége, a gyógynövények sokfélesége. Tehát én ezt az alapteát mindenkinek nagyon szívesen ajánlom, és mellé tenni azokat a teákat, gyógy növényekből készülő szárítmányokat, amik az ő specifikumát fogják rendbe tenni. Tehát a teával, tehát ugye 4-8-5-2 között a legideálisabb a cukor. És van olyan ismerősöm, aki megkeresett, és 11-es cukrát tudtuk 5-8-ra lehozni pár nap alatt. És most már úgy látom, hogy ez stabilizálódik, de mondom, kompletten. Tehát a gyógynövény, tabletták, a gyógyteják, a sport, mozgás, az akupunktúra, és a szellem, a test békességének visszahozása. Nagyon zaklatott az életünk, és sajnos a cukorbetegek száma egyre csak azt mutatja, hogy ez nem javul. Hát nagyon szépen köszönjük, kedves Tibor, kedves nézőink! Ennyi fért ebbe a mai adásba. Remélem, hogy kellemesen töltötték velünk az elmúlt egy órát, és jövő héten új műsorral várom Önöket, míg ezen a héten egészen hétfőig ismétléseket tekinthetnek meg. Ha a Facebook oldalunkon barangolnak, ott nem csak érdekes képeket találnak, vagy visszanézhetik hétről hétre, hogy milyen témákkal is jelentkeztünk Önöknél, hanem a témák alatt megtalálják a letöltő linket is, amivel egy-egy műsort újra tudnak nézni, például amikor ilyen játékos feladványaink vannak, ez nagyon hasznos lehet. De természetesen várjuk Önöket a weboldalunkon www.teaglóriával.hu, illetve a hatos csatorna weboldalán, és ha kérdésük van, akkor a szokásos telefonszámunk 0629-340-330. Úgyhogy jövő hétre, a viszontlátásra!